Sziasztok! Itt vagyunk az északi részén, annak az erdő résznek. Ahol a nem régó. Próbáljuk megölni ezt a kis rohadék darazsat. Azt hittem már lesz több darázs. Hát tévejednem kellett. Ez van. Még több nem. Már ott is van a következő. Ami úgy látszik beragadt. A mézbe, vagy én nem tudom. Mibe ragadt bele, de megpusztult. Ez egy is biztos. De a naptól pont nem látni egyébként, hogy hol van még ilyen darázs. Itt van ilyen még egy. Fától se látszódott egyébként. Basszus, nem lehet látni. Elég ide görhő. Jön ide ira. Észak Darkford, nyugatra, és délre pedig Blackwater. Mi van? Blackwater nem lehet délre, vagy akkor az nagyon délre van. De jó pár régi jó rész lehet, mert... én onnan jöttem. Szerű dolog. Na most mi a francon? Hogy nem. 9-es szinten nem érzékeli a tüzelést. Mit én kiadok rá? Megbögölj! Igen, a közharcban még kéne erősödnöm, azért nyomtam be a cleavinget, hogy így tudjak egyeseket osztani rá. Basszus. Most rendesen talál. Pihenni, de most pihennünk egyet. Elég lezúzott ez a 6-8 méhecske, vagy darázs, vagy nem tudom pontosan mi. Szerintem ez inkább darázs továbbira is, mint mi. Véleményem szerint. Az életerőnk is nő-nő. Lehetne jobb is, de... ez van. Lehet, hogy átrapom erre, de csökken annyira a mana. Nézzük, menjünk erre. Várok nézegetni, hogy van-e itt valami, de... nem látom. Ó, elszóltam. Elszóltam. Basszus, az észrevettek, nem? Hogy változik? Na, megint nem talált, basszus, ezt annyira nem szeretem. Van.
ez kérem. Mi a fene? Ah, beszélni lehet a fával. Ha megközelíted az öreg megtört, megnyúlt kis fát, úgy érzed, mint az elmédből szólalna meg valaki hozzád, így hangot hallasz. Ember, kérlek, lépj közelebb, én Olaszef vagyok, én vagyok a közvetlen, ő is a legelső fának, ami itt meggyökerezett több mint 10 000 évvel ezelőtt. Az a fa, ők nagyapám volt az első fa, amit később az emberek, vagy ami miatt később az emberek ezt az erdőt ilyen gubanc erdőnek hívták. Gubanc fa erdő, nem tudom, hogyan fordítottam én, azért mert ilyen göcsörtös, lehetne göcsörtös erdőnek is, meg gubancos fáknak hívni. Attól tartok, hamarosan eljő a temetés ideje fajtánkat illetően, mind az emberek, mind a fák számára is. Láttam, hogy goblinok rohannak és mozognak át a holdfényben. Hallottam, ahogy bajtársaim beszélnek az eljövendő háborúról. Azért beszélek most hozzád, mert szeretnék egy ajánlatot nyújtani neked, hogy segítessek neked ezáltal. Bajtársaim, hasonló fajú társaim, beszéltek hozzám. Látták utazásaidat. Látták azt is, ahogy szétverted azokat, akik megtámadták a földet. Azt mondták nekem, hogy segítesz nekünk legyőzni ennek a pusztításnak a motorját, az eljövendő vihart. Nem láttam ezt a saját szememben, mivel a gyökereim már nem úgy kapcsolódnak a többi bajtársam gyökere fele, mint egykor. El vagyok szigetelve itt, ezen a kis parccal a földön. Így hát nem vagyok már védve pestistől és tűztől sem. Bocsánat, ugye én már védve, ugye emiatt én viszont védve vagyok a pestistől és a tűztől, ami viszont legyőzné barátaimat. Kritikus ponton vagyunk ahhoz, hogy megóvjuk azt, hogy akár a vérvonalunk véget érjen, vagy akár az egész farendszer, az összes erdő termorban véget érhessen. Ezért hát tovább folytattam a védelmét saját magamnak, illetve bajtársaimnak is. A védelem megszervezését, bocsánat, saját magam számára és bajtársam számára is. Szeretnék felállni ki segítséget egy ajándék képében. Habár mielőtt még adhatnám neked ezt az ajándékot, ezt bizonyítani kell, hogy meg is érdemled azt. Ha meg tudsz cselekedni számomra egy eléggé nehéz feladatot, meg foglak ajándékozni ezzel a nagy ajándéka, ami a fák népének ajándéka, hogy segítsen téged céljaidban is utazod. Mit mondasz erre? Hogyan kéne bizonyítanom, hogy megérdemlem ezt? Észak-nyugat Krakamirban, ami egy eléggé, hát ilyen lecsupaszított föld már felszíne is sokkal rosszabb állapotú, mint egykor. Nagyon délen van, egy kis oázis is található ott. Ott pedig egy kút is, amiben oly tiszta víz található, ami nem található meg máshol. Ilyen tisztaság van a földünkön, vagy a világunkon. Ez olyan fajta víz, ami átadta évezredeken át az ott lévő homokot is, sziklákat is. És egy nagyon hideg, föld alatti forrásból csörgedezik fel. De most a goblinok elfoglalták az oázist, és őrületes
undorít a szörnyekkel tették tele, hogy őrizzék azt. Tervük az, hogy megfertőzik a víz forrását, ami jól messzire elérne, tehát a hatásai jó messzire elérnének minden itt a közelben lévő növény és állat és egyéb személy ember számára térmódban. Ezért nem szabad, hogy megfertőzhessék azt. Így hát arra kérlek, vidd el ezt a flaska vizet, az oázis. De bocsánat, arra kérlek, hogy hozzá nekem egy flaska ilyen tiszta vizet az oázisból. Ha csak egy ilyen pillanatnyi legtisztább vizet is meg tudnánk attól menteni, hogy megfertőződjön. Újra azt használhatnánk ahhoz, hogy újra feltöltsük az oázist ezzel a tiszta erői vízzel, amikor a goblinok törés zúzása ott a területen véget ér. Igen, megköszönöm. Nagyon jó, rendben. Nem akarom azt, hogy a halálatba küldjelek. Szóval kérlek, legyél biztos abban, hogy már elég fejlett vagy és szakképzett ahhoz, hogy legyűrd a krakamírű veszélyeket, mielőtt megterjed nekem ezt a küldetést. Az a feladat nem a gyengéknek, vagy a nem elég felkészülteknek lett számva. Sokan előtted meghaltak, hogy próbálták elérni az oázist. Ja, de én nem egy szimpla kalandozó vagy. Kérem alásom. Jó, de megtalálni a második várost, ahol valószínűleg a második szintű varázslókat tudnék venni, hogy eléggé elősegíteni szinte a dolgokat, mert én úgy vélem, hogy ahhoz csak egy dolog kell, egy magas szintű skill, legyen az divine, ugye, vagy elementális mágia. És ennyi. És utána valószínűleg szerintem minimálisan drágában, tehát arányában nem olyan drágán, sokkal erősebb varázslókat tudunk használni szerintem. Le tudnám venni a szellemet is a temetővel, lehet, hogy tudnám haladni a toronyba is. Egyébként... Meg az is adat. Egy csomó küldi meg van még, meg vannak olyan tárgyak, amit nem tudom, hogy hol tudnék még használni. Ó, mert meg kéne szerezni a másik két tojást is. Azzal azt hiszem két vagy három szintet kapunk, vagy lehet, hogy csak egyet, de kapunk egy ingyen szintet, ami nem egy rossz dolog, hogyha elviszem a... oda ugye a torony első szintjére. És hol vagyok el, oké. Itt óvatosan ugye, mert... Azt nem tudom, tehát... bakker. Taknyok. De azért ez rá, hogy egy taknyot nem találok el. Vagy ennek van valami védelme? Az is kell. Ugye ő is már... tele vagyok itókával. Gondoltam, hogy itt lesz egy ilyen kis plusz út, ahol lehet zúzni. Mondjuk azt is gondoltam, hogy lesz valami, egyre nem látok semmit. Csak taknyokat. Azok vannak. Még valamiért csomószor nem lehet ezeket eltalálni, szóval ezeknek valami természetes védelmük van. Úgy érzem. Pusztuljál már. Ó, ezt így körbe lehet rágni, járni. Ezek alapján. Na, újabb ház. Annak mindig örvendek. Legyen már ellenség több. Ilyen bőr, azzal nincs baj. Ó, de jó lesz eladni. Ez gyakorlatilag egy plusz kettes, nekem meg van hármas, szóval... ez
kiesett ilyen szempontból. Ugyan körbenézünk visszakét. Akkor nem lehet elvinni, basszus. Ezt viszont elviszem, ha nem baj. Vagy megremeg az egész fal. Szevasz, ki vagy? Tehát látsz egy nőt, aki nagyon foglal a főzéssel. Áfonya és nem tudom, vagy nem, de aztán az áfonya, a szvídverus. Ebben vagyok biztos, hogy már annyi ilyen berű van meg minden az angol, vagy úgy össze szoktam keverni, hogy ez valami hihetetlen. De esetleg valószínűleg áfonyás vitét csinál, aminek nagyon jó illata van ebben a kis elszigetelt kis kunyhóban, ami itt mélyen az erdőben található. Felnéz rád, ahogy belépsz. Oh, hello, milyen csata meglepetés. Elég kevés látogató ér el ide le a mélyébe a gubanc erdőségnek. Lilith a nevem, hú, az nem jó Lilith, ez nem egy jó hangzatos név. Sem a Diablóban, sem az általános démonológiában. Mit tehetek érted? Ah, Lilith, de amulet. Azt mondták nekem, hogy találjanak meg, és adjam oda neked ezt az amuletet. Azt nem tudom, hogy ezt hol találtam, azt az amuletet, már nem emlékszem, de ja. Várjunk csak, visszatöltöm, mert... Először inkább kérdezzük meg. Csak elvettezem a területet, van valami, amit el tudom mondani a régióról? Sok mindent tudok erről a területről, elég sokáig éltem itt jó pár évig. Van egy specifikus, ami után kutatsz. El tudom mondani, hogy szerezhetnék itt a közelben, és hogy hol további ellátmányokat? Személyesen ellátmányomat a határmenti városkából, Border Town-ból ugye. Szerzem, ez egy kis tábor, csak fél napnyi járásra éjszakra innen. Éppen Darkfordon kívül nem messze. Nem más, mint egy ilyen menekült tábor, de a kereskedőknek ott mindig megvan az, amire éppen szinte szükséged van. Délnyugatra innen, az erdőn kívül van egy öreg bányászvároska, amit Blackwaternek hívnak. Ez egy hosszabb út lenne, de megéri az utazást, mert a kereskedők mindig tele vannak mindenféle áruval. Viszont nem éppen kedvesek a menekültekkel és az áttazókkal szemben. És mindenképp... szükséges, hogy különböző kapuadót, díjat fizessenek ezek a látogatók, akik beszeretnének lépni a városba. Arra használják a pénzt, hogy támogassák ezzel a saját milíciájukat, városvédő egységeiket gyakorlatilag. És emiatt Blackwater sokkal jobban ellátott, mint a, és megvédhető, mint a legtöbb városi Termorban. Ennyi lenne Aridelen kívül, amit valószínűleg ismersz, de hát az pár napnyi gyalogás van keletre innen. A főváros, a Bástya gerincszerű város el lett szigetelve gyakorlatilag. Egy jó ideje már nem lehet, gondolom, olyan könnyen oda eljutni. Van még egyéb más terület, itt vagy a gubanc erdő környékén, amiről érdemes lenne tudnom valamit? Igen, és egy kis szavam lenne figyelmeztetni téged. Nyugatra innen van egy nagyon veszélyes terület, amit Baron's Ticketnek hívnak. Ticket aztán ilyen
báró nyaklánc, vagy nem tudom, hogy lehet itt karkötője, valami ilyesmi lehet. Ez egyszer egy vadászati tábor volt, amit Lord Hondik tulajdonolt. Ottan. És tele rakta ilyen Carniraptorokkal, amik ilyen, nem tudom, ez a bipedál, de valamilyen ilyen ragadozó lények, szörnyek, lehet, hogy ilyen dinoszaurusz-szerűsége, ami le tudja rágni a húst a csontodról szekundumok alatt. Senki sem szeretett volna a tábor menni a háború után. Bocsánat, a háború megkezdésekor. És a Carniraptorok is megszöktek. És most pedig szabadon élnek, szaladgálnak ott a báró nyakláncok arkötője nevű területen keresztül. Úgyhogy azt ajánlom, hogy ne utazz el egyenesen pont nyugat felé. A Baron Ticketen túl van egy előjutott városka, amit Velának hívnak. A feneketlen tó partjainál található. Sajnos egy goblin horda áldozatává vált egy éve. És most már semmi más, csak mint egy vízzel árasztott szellemváros. Fletykák azt tartják, hogy a goblinok néha itt újra-újra letelepednek, néha tájt, de én nem utazok arra felé. És hát a Baron Ticketi Carniraptorok pedig úgy néz ki, hogy szerencsére hát elveszik nekik a kedvüket ahhoz, hogy itt még tovább keletre menjenek. Egyébként elzárják az utat arra, ők se olyan hülyék, hogy arra menjenek. Még valami más? Nincs. Sok minden más délre innen. Csak erdőségek mérföldjei. Egészen a Sóspart partjaig, amíg a szemmel lát. És egy kicsit délkeletre található még itt Grimfold, egy erőd, amit egykor a keleti partokhoz kapcsolta. Termor további részéhez egy átjáróval, amin ugye én is végigmentem. Én nem látogattam meg több mint egy éve, mivel az őrök is elhagyták ezt a helyet. Mióta utoljára hallottam felőle, már nem biztonságos, lerontak a goblinok, akik délről a keleti szakadék felől rohanták ezt a területet. Ha érdekelnek a történelmi látnivaló, van itt egy ilyen, miért mondják ezt a prezervet, ez volt a Heroes 4-ben is, de talán egy ilyen... Ja igen, egy ilyen, akartam mondani nektek, talán egy ilyen emlékműszerűség. Csak innen északra, amit azért építettek, és mert egy öreg fa található volt. Azt mondják az emberek, hogy ez a fa, ez a tavaszi hírnöke volt. A Tangrudi erdő első fájának. Már meglátogattam párszor, nem láttam rajta semmi igazán speciálist. Csak egy átlagos öreg fának néz ki a számomra legalábbis. Akkor itt más nem volt. Jó, akkor odaadjuk neki. Igen, mit tudsz elmondani a háborúról? Mit tudnék elmondani nekem? Nekem nagyon gyanúsnak tűnik a dolog. Ennyit elmondhatok. Néhány éve ez a drágakő, a korok, nem tudom mi ez a crux, a korok valamilyen, tudva levőleg eltűnt, és a kancellár háborút indított emiatt az orákor lényei ellen, az orákorok ellen, amiről senki nem tud igazán semmit pontosan. Nem sokkal ezután Termor legnagyobb részét lerontak a goblinok, és minden más hasonló ilyen ocsványság a föld alól. Kancellár ahelyett, hogy megvédte volna a régiót, csak inkább lezárt minden kiáratú pontot, és itt hagyott mindenkit, hogy megvédjék önmagukat. Milyen fajta háború is tervez. Én egyik vagyok a szerencséseknek, tudok magamra vigyázni, tudom magamat gyakorlatilag
védeni. És hát a maga az erdőség is egész jó véd meg, de nagy fák és a lombjaik. De a Termor további része, vagy nagy része talán sosem épül majd fel ebből a háborúból. Jó, ezt nem akarom, akkor odaadom az amulettet, Lilith felnéz az amulettre a kezében, aztán felnéz az amulettre a kezemben, majd hozzá nyúl, és megáll egy pillanatra, hogy megnézze azt, hogy egyetért lesz a cselekedetével, hogy elveszi azt. Aztán óvatosan kiveszi a kezedből, fény felé tartja, lassan megforgatja, hogy láthassa a bűvös erejű kontrasztját az árnyék hatásoknak, ami az elején és a végén, felszínén látható villanik ide-oda. Ott pedig láthatóak fakon, de különös, ez szinte észrehetetlen jelképek meg jelek, ami az amulett, hát felszín arcán jelenik meg. Ez igazán autentikus. Tudod, hogy mi ez? Nem tudom, én egy misztikus jegyzet alapján hoztam el neked, ami azt mondta, hogy te ezt tudnád nekem azonosítani. Egy kis mosolyt látsz itt száj szélén, és hirtelen elkezdett érezni. Ez nem lesz olyan könnyű, mint ahogy ezt remélted. Persze, el tudom mondani, mi ez az amulett. De úgy tűnik, hogy én vagyok ebben az esetben nagy előnyben. Aztán vissza is adja közben az amulettet. Tehát egy olyan információt akarsz, ami az én birtokomhoz tartozik. És viszont van egy feladat, amire megkérnélek. Ha ezt teljesítenéd nekem, ezt a munkát, örömmel adnám ezt az amulettet és elmondanám, hogy mi ez. Jó. Oké. Azért igen, de elmondanál róla valamit? Rendben. Tudtam, hogy te az igazság bajnoka vagy, mutat neki is. Itt arrébb rak egy ilyen hosszlány köpenyt, amit ilyen áfonya maradványok fednek még. Gondolom éppen most dolgozott. Nos, utazásaid során, te a Guvanc erdőn keresztül, talán észrevetted ezeket a nagy darazsakat. High drónoknak hívják őket, és nagyon agresszívak. Nagy számokban ezellenek mostanában, és úgy vélem, hogy a darás királynő valahol a környéken fészkelhet. Azt kérlek, hogy keresd meg ezt a fészket, és öld meg a királynőt. Akkor meghal, ezek a kisebb darazsok el fogják hagyni ezt a területet, és új királynő után kutatnak majd. Egyéb más esetben meg tudnám tenni szakképzettségem által, a pengém által, elég lenne a munka megoldására. De sajnos extrém nagy allergiám van a méh és darás csípésekre. Megcsináld nekem ezt a munkát, én elmondom neked mindent erről az amulettről, amit tudnod kell. Hát én már megcsinálom, de meg is csináltam már. Rendben, szuper. Néhány napja gombák után kutattam a suttogó barlangnál, térre innen, és hatalmas számú darázsra futottam ott a környéken. Tuti, hogy ott található a fészek. Térj vissza a királyi furlankával, és tudni fogom, hogy a feladatot elvégezted, aztán beszélhetünk újra, hát vissza is tértem, úgyhogy ez most lesz. Megöltem, gratulálok, nem volt egy egyszerű feladat, ebben biztos vagyok. Minden egyéb megmaradt darázs itt a területen most el fog majd menni, hogy új királynőt, egy másik királynőt találjon magának. A furlánk kapcsán pedig megtartatod. Nekem csak a cselekedetet biztosíték a kép volt rá szükségem. Most pedig tényleg a tárgya, ami a kezedben van, szó szerint. Ez egy szóvic volt itt most szerintem.
Megvan még az amulett? Igen, meg is mutatom neki. Előszed a különös amulettet, felmutatod, hogy láthassa, hogy mindig a birtokod van. Rendben, Lilith mondja. Itt van, amit elmutatok az amulettedre kapcsolatban. Ez igazából egy kulcs, egy nagyon speciális kulcs. Hogy Lilith beszél, és forgatod az amulettet, a fényben megfigyeled a dizájnját. Felszínén, ahogy csillog, úgy veszed észre, hogy valami alakok, karakterek tűnnének fel, de túl ismeretlenek számodra, hogy felismerd őket. Ez a kulcs nyitni fog egy dobozt, egy ládát. Egy olyan helyen, amelyet föld alatti raktárnak, múzeumnak innak itt a környéken. Hallottam már róla? Nem, még nem. Nos, ez egy speciális, hát kincstár, ja, vagy raktár, tárház, amit azért építettek, hogy azoknak, akiknek szükség van arra, hogy az értékes cuccaikat elraktározzák valahol, legyen egy ilyen hely, és ne is kérdezősködjenek róla, eldughassák itt. Nagyon erőteljesen biztosított és védett amúgy. Több mint 200 éve, mióta megépült, a raktár vagy tárház biztonsága sosem volt veszélyben. Szóval ez igazából csak egy bank. Ez több mint egy bank, a föld alatti raktárház. Egy olyan szolgáltatás, ami erőteljes védelmező biztonságot biztosít, és anonimitást tagjai számára. Azok, akik ezt a raktárházat használják, minden esetre biztos, hogy fontos része ennek a titkos társaságnak, akik megvédik a többieket is ahhoz, hogy fenntarthassák a kis saját korlátolt kis és kemény politikájukat és szabályokat. Ezek az emberek mindannyian két dologban azonosak, hogy két dolgot osztanak meg egymással. A raktárházat és a kódot, ami ezzel jár. Azt is pletykálják, hogy a kancellár maga is használja ezt a raktárházat. Habár nem fog senki olyat se találni, aki ezt megerősíti vagy tagadná. És az amulett ott nyit egy doboz? Igen. Ez a kulcs egy biztonsági részét képezi a kincstárnak a raktárházban. A kincstár száma 26-os konkrétan. A jelek alapján itt az amulett felszínén. Csak utasd meg a kincstármesternek az amulettedet, és engedni fogja, hogy beléphess, és magadhoz vehethesd azt, amit az ottani kincstárban tárolnak. De figyelmeztetlek most, a raktárház vezetőségeinek zélotoleranciája van az átjáró ismeretlenekkel szemben, vagy az ilyen rablókkal szemben, akik ott túlálkodnának úgy általában. Szóval tedd a dolgod, majd aztán amilyen csak lehet, hagyd el a helyet. És hol pontosan ez a raktárház? Nos, ha, mi a szar? Nos, sajnos nem mondhatom el a pontos helyét, de csak menj el a Blackwater-i városba, és érdeklődj ott a környéken erről kapcsolatban. De ne kérdezz meg konkrétan bárkit ezzel az ügyel kapcsolatban, mert senki nem tud igazából ott semmit. Vagy legalábbis úgy tesznek, mint hogyha nem tudnának semmit. Sőt, ha beszélgetnél és kérdezősködnél ott róla, lehet, hogy meg is ölnének. Szóval inkább tedd a legjobb dolgot és maradj csöndbe. Ha inkább csak körülnézel ott a környéken, talán meg fogod találni, ami keresel. Honnan tudsz te ezekről mind? Találkoztunk már korábban? Nem találkoztam még vele sosem. Habár
Mivel tiéd az amulet, mi ezáltal bajtársiasságot osztunk igazából meg. Én Lilit hozzáér egy láthatatlan tárgyhoz, ami a nyakában lóg, és a blúzán kikandikál. A korábbi szakmám során szereztem jó pár speciális tárgyat, amit most ott raktárházban tárolok. Ennyi az, amit elmondanék most róla, ahogy mondtam korábban, az emberek, akik ezt a raktárházat használják, ezt a csend kódját, csend gyakorlatilag ilyen látszatát használják mindannyian. Lekérdezősünk egy más ottani emberek ilyen letétjéről, és ne is mondd el a saját ott letett vagyontárgyaidat másoknak. Érdekes, egyébként ezek játéknak nagyon jó szövegei vannak a történetre, ezt tetszik. Fortified van, ez is jó. Hoppá! 23-as Right Armor. Hova kell rakni? Ide? Ide? Ez ilyen karkötő? Hát ez a Skaldegeri. Csak 250 ér, lehet, hogy el is adom. Addig felhúzom ezt. Ez többet ér. Ez lecsökkenti a mana árat. Ezt ellopjuk. És a gazdának se kell szerintem már. Benézünk még ide. Hát, mert a csapdákat még ezzel sem nagyon találtam meg, szóval... Mert még a nekem is 16-os, ez komoly. El is használtam jó párat. De még nekem is húzós. Betörhetni éppenséggel. Szerintem, ha ezt föltenem, azért jó sokat kapok. Jó, hogy vettem egy csomó ilyen zárnyitót. Na végre, basszus. Hát, ja, kaptam 68 XP-t, az nem kevés. Hát, még van 8 zárnyitom. Ez a szem, az nem tűnik olyan jó jelnek. Sorbladesbefejezek, mind tök jók, csak nem tudom használni, ez egy problematika van. És szerintem ezt nem tudom tudni azonosítani, de azért próba cseresznye. Hát tudtam, de nem. Még magasabb szint kell, de jó. Azt már nem tudom, akkor lehet, hogy azért most fizetek. Ezt meg eladjuk szerintem. Miért ebben semmit nem tudok. Ezt meg ilyen nem tudom megtanulni, mert... 15-ös? Mi? Jaj, a vízdámból kell 15-ös, és nekem meg mi van? Hát akkor ez meg lesz mindjárt. Jó, akkor ez is megom. Nem tudom, itt lehetne aludni. Benne, de... Hát Bludgeoningben meg Cleavingben haladtunk, olyan fegyvereket is találtam, amit jók, meg abban vagyunk már egész jók, úgyhogy lehet még sokkal jobbak is. Shortbladeben sem, sajnos ilyen rövid pengékben mindig iszonyú gyengék vagyunk, úgyhogy ezt hanyagoljuk. Kíváncsiak lesznek-e még darazsak? Hát megöltem a királynőt, de szinte biztos vagyok, hogy lesznek még. Ott vannak, pedig azt mondta, hogy eltűnik az összes. Tévedett láthatóan. És lehet, hogy megiszom ezt. Valamiba kerüljenek a dolgok. Basszus, mennyi vannak. Azt mondja, eltűnnek. Ja.
basszus. Van itt vagy 8 darázs. De ha megölöm a királyt, akkor az összes eltűnik persze. Aha. Láthatóan nem igazán. Nem tudom, most fele annyit használ, de igen, 3-at használ csak. Na, ilyenből kell még csinálnom, szóval megnézem, hogy mi kell hozzá. Talán már... Nem találja, eltalálna, akkor nem lőre problém. De persze nem találja, miért is ugye? Na, akkor inkább erre rakom, mert ezt felezzük inkább. Hoho, minden más. Bakker, hát mennyi van? Kicsit sok lesz már. Egy ládát őriztek, ezért volt a nagy hűbele van. Ugye aztán ugye akármi lehet, lehet egy nagy ótóra semmi. Még lehet jó is. Eladásra jó körülbelül. Ja, ide. Igen, de ez a megvan. Ja, ez ez tök ugyanaz. Mindegy, eladásra jó lesz. Azok ennyi is volt az a terület. Visszamegyünk. Azt hittem, hogy lesz még valami, hát... Hát nem. Lehet, hogy még adok el valamennyit, mert annyi van. Mondjuk így. Jó, és akkor kérem olvasom. Ja, ezt nem tudom adni. Akkor ezt 100 aranyért. Hát én ezt lehet, hogy eladom. Már lehet, hogy nem, mert még jó jöhet. Még akár jó jöhet, én azt mondom. 200 arany az nem olyan sok. Ebből viszont veszek. Ez ilyen drága. Csak egyet veszek. Most azt gondolkozok, hogy... Mi az, amit használhatnék, de úgy látom, hogy... Ilyen pillanatban semmi. Ezt tudok még venni egyet. Jaj, basszus, mit csináltam? 12. Elveszejtettem. Eddig is arra jó az az invisibility, hogyha nagyon kényes helyzetbe kerülnénk. Esetleg. Hát talán. Akkor, de hát nem tudom. Nem tudom. Mi a szar? Elfogyott a pénze? Ó, az case strength-et ad. Lehet, hogy inkább ezt rakom be. Armor.
Perception 3. Elgondolkoztató. Hogy nézd meg a... bakker, Steelbormon. Azt a franc. 1500-ra kerül, de ne lehetessünk már. Mindenek van határa, de akkor lehet, hogy átváltuk Bludgeoningre, basszus. Ez is jó. 687 francba kerül annyira. Csak nézzük meg ez még egyszer. Hát végül is eladom, mert strength az jobb szerintem. Meg ugye akkor ad egy armort is, mert ez ugye... Ez nem ad armort. Hát jó, akkor ezt biztos megveszem. Ezt eladom. Ezt is. Ezt is. Meg akkor ezt is. Meg akkor ezt is. Lehet, hogy akkor adom az invisibility-t is, hogy legyen pénzem. Ja, azt gondolkozom, hogy jelenlegből csinálok dolgokat. Legalább ez biztosan nem kell vennem. Jó, egyelőre elég ennyi, most nem... És akkor... akkor ezt eladjuk. Mert szerintem nekem nem kell. És akkor... Hát nagyon kell sáfárkodni a pénzzel, basszus. Megvegyem ezt, és akkor ez lesz a hőfegyverünk. Hát legyen, nem marad szinte semmi, de... Ez 7-es, ugye ez 4, ez plusz 3, így tudnék venni helyette mást egyébként. Ez ilyen nehéz. Mondjuk gáz. És ezzel nem tudok csinálni semmi konkrétan jön a pillanatban. Ez akkor most 7-es a sebzésem. 14 plusz. Úgy tudom, hogy ez 6. Akkor ugye feleslegesen vettem meg viszont a creaminget, bakker. Ah, nem, ezt nem veszem meg. Nem, túl drága ahhoz. De az invisibility-t azt inkább eladom, mert annyira nem használom. Szóval egyre hagyjuk, mert lehet, hogy találok majd egy creaminges cuccot. Most creamingből vagyok. 4-esen a bludgeoning az csak 2-es, úgyhogy... Jó lesz ez így. Viszont ez a megerősített mana, ebből kéne, ezt meg kell majd néznem. Nem néztem meg, hogy mi kell hozzá. Ezt meg kell néznem majd, ez nem az? Az invisibility, megerősített mana. Ezt kéne. Még ezt be tudnám arra rakni a tuhidbe, azért az számítana ehelyett. Csak akkor feleségesen vettem meg az előbb a creaminget, úgyhogy egyelőre hagyjuk, aztán meglátjuk. És akartam, még akartam valamit. Franzba, tudjátok mi kell az a Fortify manához? Hogy a frances neveléje. Na most itt nincs. Olyan. De nekem volt, vagy 4-5, olyan volt a szivacs, az a Bromogi, vagy a franc. Volt vele egy csomó bakker, és csak izé kell még hozzá, mondjuk most itt nálam meg itt sincs gyökér, de... Jaj, akkor ez short bladed weapon, aha. És mérgezetten, mondjuk nem egy rossz dolog, mert menekülök, és az ellenfél meghalhat. Még nem ide egy mennyit. Sebez. Értéke az egy nagy nulla, szóval... Ja. Ezeket a kulcsokat szerintem...
Hogy mindegy. Így hagyom aztán. Nem látom, de ezeket meg ki lehet dobni, nem? Berakom, hogy egyszerűen lefoglalják a helyet. Hordóba. Igazából kulcsot is lehet, hogy be kéne rakni, de egyelőre nem lakom. Oké. Ez is, ki tudja, hogy hova lesz jó. Ez is. Ja, ez már megvan, igen. De ez a kettő, ez majd még. Meg ez is. Ez. Na. Hogy egyelőre jó lesz, aztán meglátjuk. El vagyunk látva minden földi jóval, szuper. Szerintünk szépen, alszunk egyet. Mennyi pénzem van? Na, nem volt ott sor az öv. És akkor hát innen fogjuk folytatni. Azon gondolkozom, hogy merre menjünk, szinte fölfele kéne menni. Akkor szerintem... így... erre fogunk... fölmenni, ugye ahonnan jöttem igazából. Hát így egy kicsit csökkent most az életerő meg a mana, de... ez maximum egy lövés, egy ütés. Legrosszabb esetben. Tényleg az életerőhöz kéne tolni, ami azt hiszem a... az endurance, vagy a... koncentráció, nem tudom, de ott nem nagyon toltam. Úgyhogy... meg kell tolni. Még elmegyek oda arra, és onnan folytatjuk majd az új helyről. Ugye ez a játék hiába kis költségvetés, hogy nem sokan csinálták, néhány fő azt hiszem. Nekem erre tök jól átgondolt, hangulatos, logikus és taktikus. És egyetlen nem könnyű. Elsőre azt hinnék sokan, hú, milyen könnyű játék, mit tudom én. Aztán nem. Egyébként érdekes, hogy... fucker! Mi ez a baromság? Hazudott ez a csaj? Na ne már! Hát mi ez a hülyeség? Na nem már. Azt mondja, hogy akkor lehet, hogy azért vannak mondjuk itt, mert elhagyták a fészket az összes, és akkor most összegyűjt 80 darab, vagy nem tudom. Egy nem verek le. Sehogyan. Sehogyan se. Szivatás. Ez a csaj, ez valami nagy játékos szerintem. Erőteljesen úgy érzem. Yeah.
kicsit sok volt. Nem, nem több nem lesz. Hát jó, nem egy fél szintet adott ezen a magas szinten. Hű, bakker. Hát odak nélkül meglepetések. Egyébként. Szerintem nem lehetett volna még lejjebb menni, de úgy néz ki. Fú. Kicsit húzós volt. Nem tudom, a csaj hazudott itt össze, hisz, hogy jöjjük meg a királyt, aztán majd minden szétszéled. Hát, ja, aztán ide szélettek, basszus, mert eddig ilyen nem volt. Lilith az nem egy jó név. Egy. Jó, akkor innen fogjuk folytatni, eddig is búcsúzom tőletek, sziasztok!